Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. A cigányok sátora, ladi-ladi-ló, sárga lilo, leégett az éjszaka. Ladi-ladi-ló, sárga lilo, én a vajdát nem bánom, csak a lányát sajnálom, mert a lánya az imbevizomboli szép asszony, jó asszony. Ladi-ladi-ló, sárga lilo, én a vajdát nem bánom, csak a lányát sajnálom, mert a lánya az imberi zombori szép asszony, jó asszony. Ladi-ladi-ló, sárga lilió, a kisasszony Pozsonyba. Ladi-ladi-ló, sárga lilió, sejmet lopott a boltba. Ladi-ladi-ló, sárga lilió, ne bántsa őt, boltos úr, mert az apja földes úr, és az anyja az imre viszonybodi szép asszony, jó asszony. Ladi-ladi-ló, sárga lilió, ne bántsa őt, boltos úr, mert az apja földes úr, és az anyja az imberi zombori szép asszony, jó asszony. Ladi-ladi-ló, sárga lilió, a kisasszony Pozsonyba. Ladi-ladi-ló, sárga lilió, sejmet lopott a boltba. Ladi-ladi-ló, sárga lilió, ezt a boltos meglátta, így kiáltott utána. Hely, az anyád az imberi zombori szép asszony, jó asszony. Ladi-ladi-ló, sárga lilió, ezt a boltos meglátta, így kiáltott utána. Hely, az anyád az imberi zombori szép asszony, jó asszony. Ladi-ladi-ló, sárga lilió. Meglátta, így kiáltott utána. Hely, az anyád az imberi zombori szép asszony, jó asszony. Ladi-ladi-ló, sárga lilió, ezt a boltos meglátta, így kiáltott utána. Hely, az anyád az imberi zombori szép asszony, jó asszony. Ladi-ladi-ló, sárga lilió. Kertbarátok. 2018. október 10-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma az ehető és mérgező gombákról beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Itt van körünkben Málnási András, a Marosvásárhelyi Málnási László Gombász Egyesület tiszteletbeli elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a témával kapcsolatban a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Elnök úr, rég nem volt eső, a gombának pedig eső kell. Van-e gomba ebben az időszakban? Hát gomba az mindig van, csak a gombász meg kell találja azt a gombát, viszont most tényleg az utóbbi időben az eső hiány, a nedvesség hiány, az nem kedvezett a gombák növekedésének, és így kevesebb gombát talál a gombász az erdőkben, mezőkön. Milyen gomba gyűjthető ebben az időszakban? Megjelentek már az őszi gombák, de még egyes nyárutói gombák is megtalálhatók erdőkön, erdeinken, mezeinken.
Megjelent a gyűrűs tuska gomba, ami nagyobb mennyiségbe gyűjthető, ugyanis egy-egy korhadó fatönkön, esetleg élő fán is előfordul, és egy ilyen fatönkről egy egész kosár gomba is begyűjthető, hogyha a gombás szerencsés. Ezt hogyan kell elkészíteni, mert nagyon sokan nem ismerik. Hát a gyűrűs tuskogomba az egy nagyon mutatós kis gombácska, amelyik csoportosan terem, bokrosan terem, és sajnos, hogy van egy hozzá hasonló gombafa is, amivel a figyelmetlen gombász összetévezheti, a vöröses kénvirággomba. Ettől viszont megkülönbözteti a gyűrűs tuskógomba tönkjén levő kis gallérocska, és a gomba kalapjának, a kalap bőrén található apró kis pikkelyecskék. Na, és a gombának, a gomba kalapjának a méz színe tulajdonképpen arról is kapta a latin nevet, armillaria mellea, és tényleg ahhoz hasonlít, a méz színéhez hasonlít a gombának a kalapja. Ez a mérgező gomba is ugyanolyan fán van, mint a gyűrűs tuskógomba? Ezért is össze lehet téveszteni? Az is korhadó fatönkön, vagy a talaj alatt rejtőző korhadó fa hulladékon terem, szintén csoportosan, viszont a kalapja az kisé vöröskés, sárgás, barnás kalapja van, és nincs a tönkön gallérocska, még gallérmaradvány sem, úgyhogy ez, ami megkülönbözteti az ehető gyűrűs tuskogombától. Ebben az időszakban pereszkéket lehet gyűjteni? Már megjelentek a pereszkék, sok pereszkefaj terem az őszi időszakban, a lila pereszke, a lila tönkű pereszke, a csoportos füstszínű pereszke, márványos pereszke, fenyő pereszke, ezek az ehető pereszkék. Van egy mérgező fa is, a párduc pereszke, amit föltétlenül meg kell ismerjen a gombász, mielőtt a pereszkéket gyűjteni. Azon kívül van még a másik régebb pereszkének nevezett gomba, a szürke tölcsér gomba, amit most így neveznek, és ez is nagy mennyiségben szokott előfordulni az erdők talaján. Még nem hallottam, hogy talált volna valaki, de több mint valószínű, hogy csak az én tudatlanságom az, ami most ezt a kijelentést mondjuk alátámasztja. Itt is kell vigyázni, mert ez is van egy hasonló gombafaj, mérgező gombafaj, a nagy döggomba, amelyik most már ősszel sokkal ritkábban fordul elő, mint a nyári-tavaszi időszakokban, de akkor is föltétlenül vigyázni kell, hogy nehogy összetévesszük a nagy döggombával, ami nagy sok kellemetlenséget okozhat a gomba szerető embernek. Mi indokolja, hogy egy gombát átnevezzünk? Ha hosszú időn keresztül pereszkének hívtuk, akkor miért kell átnevezni? Hát mostanában már DNS vizsgálatokat is végeznek a gombáknál, és akkor ilyen formán sorolják be új nemzetségekbe, új családba a gombafajt, amit azelőtt mondjuk egy másik családba, nemzetségbe soroltak be. Így történt ez a gyűrűs tuskogombával is. De a köztudatban
már az idősebbek köztudatába még mindig szürke pereszkeként ismerjük és ismertük meg annak idején, és nehéz most már áttérni erre az új megnevezésre. Épp ezt akartam mondani, hogy ez a szokás hatalma azért nyomot hagy, mert ha valamit megszoktunk, hogy úgy nevezik, vagy így néz ki, akkor az bennünk is marad. Bizonyára a szakirodalomban ott már akkor az új néven szerepel, tehát ezért is jó, hogyha a latin nevét is megjegyezzük egy-egy ilyen gombának, nem? Természetes, és ezt főleg a szakirodalomból, szakkönyvekből sajátíthatjuk el, de van az internet is, és az interneten is vannak nagyon jó gombaismertető csoportok, ahonnan lehet tájékozódni, és ezt ajánlom is mindenkinek, akinek internet elérhetősége van, hogy tanulmányozza át a gombákat, mielőtt elindulna gombászni, hogy ismerje meg elsősorban a mérgező gombákat, amik összetéveszhetők az ízletes ehető gombákkal. Elnök úr, ezek a pereszkék milyen erdőnek a talaját kedvelik? Tehát bármilyen, ilyen vegyes erdőben, lombhullatóban, mindenhol, örökzöldben is megtalálható? Mindenhol, mindenhol megtalálhatók ezek a pereszkék. A fenyőerdőkben is gyakori a lila pereszke, a csoportos pereszke, és a fenyőpereszke, ami már meg kéne jelenjen, hogyha tart a hűvös idő. Egyébként az a fenyőpereszke az október végi, novemberi gomba, ami elég gyakori a kéttüsfenyős erdőkben. A galambgombákat mikor lehet gyűjteni? Vagy ennek már lejárt a szezonja? Nem járt még le. Most például az egyik legízletesebb galambgomba gyűjthető, a sárgásbarna galambgomba. Ez is elsősorban fenyvesekben jelenik meg, és nagy előszeretettel fogyasztják az erdővidéken lakó emberek, sőt, már láttam az útszéli gombárosoknál is teli vedreket ezzel a sárgás-barna galambgombával. Ennek van mérgező párja, tehát ami hasonlít erre a galambgombára? Össze lehet téveszteni? Hát, nagyon figyelmetlen kell legyen az a gombász, és nagyon kevés információval kell rendelkezzen ahhoz, hogy más gombával is összetévessze, mert ennek hasonlása mondjuk nincs, esetleg a pókhálós gombák között található hozzá hasonló gomba, de azokat mindenképpen kerülni kell, a pókhálós gombákat, hiába van közöttük 2-3 gombafaj, ami ehetőnek van nyilvánítva, a legtöbb közülük, vagy nem ehető, de van köztük mérgező, sőt halálosan mérgező gombafaj is. 10 perccel fél egy előtt hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlök, Csíkszeredából, egészséget! Azt szeretnék, hogy a Gerevengomba bizonyos könyvekben felvételes lehető. Tehát ez mennyire igaz? Milyen gomba? Nem értettük. A gerebe gomba. Igen. Tehát amelyik hasonlít kőlakra a rókagomba, az viszont nem abba a családba tartozik. Igen. Így van. Az egy ízletes ehető gomba. A sárga gerebem gomba, ami most már megjelent az erdőkben, és rókagombától mondjuk szín alapján nem, de a termőrétege alapján nagyon jól meg lehet különböztetni, mert a rókagombának eres termőrétege van, míg a gereben gombáknak, azoknak tüskés termőrétegük van, és ez az, ami a két gombát megkülönbözteti egymástól. Igen. Köszönöm szépen, köszönjük szépen viszont hallásra. Dávid kérdezi SMS-ben, hogy a kajsza lisztgombáról úgy tudja, hogy ehető. Erről tudunk valamit mondani pontosan? Igen, ehető. Természetesen nem mindenki kedveli az aromáját, mert erős liszt szaga, liszt íze van, lisztes aromájú gomba, és
Inkább keverék gombának érdemes felhasználni más gombákhoz, mert egy különös aromát ad az elkészített ételnek. Csiszér Anna énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk Málnási András, a Marosvásárhelyi Málnási László Gombász Egyesület tiszteletbeli elnöke. Ma az ehető és mérgező gombákról beszélgetünk, a kérdésük van a témával kapcsolatban. A 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Elnök úr, beszéltünk a most gyűjthető gombákról, de még nagyon sokféle van, amit össze lehetne gyűjteni. Igen, például a szerencsés gombász a lombhullató erdők talaján rábukkanhat egy nagy trombita gomba szőnyegre is. Ez a gomba olyan megjelenésű, hogy alig veszi észre a figyelmetlen gombász, mert színbe és talán formába is, megjelenési formába is hasonlít az erdő talaját beborító avarhoz, viszont aki figyelmes és már ismeri ezt a kis kedves gombafajt, az rábukkan és nagy örömöt szerez a gombásznak, ugyanis egy helyről, egy ültéből a gombász már, úgy mondom, hogy ültéből, mert érdemes mellé leülni vagy letérdelni, jó adagot szedhet, amit többféleképpen fel lehet használni, és nagyon jól lehet télire tartósítani fűszergombaként. Lehet belőle készíteni gombasalátát, lehet majonézes gombának tárkonyosan elkészíteni, tehát mindenképpen érdemes ezt a gombát gyűjteni, mert jó, nagy mennyiségben lehet szedni, a másik pedig egy nagyon ízletes, értékes gombafaj. Ha a fűszernek is lehet használni, akkor ezt könnyen lehet szárítani? Nagyon könnyen szárad, nagyon könnyen szárad, és utána gomba porként lehet felhasználni, a gomba port pedig a szárított gombából úgy érjük el, hogy kávédarálón leőröljük, és utána jól záró befőttes üvegbe tartósítjuk, tároljuk, ahhoz, hogy aztán a tél folyamán is lehessen belőle ízletes gombaételt készíteni. Ritkán szokták a pöfeteget gyűjteni, pedig nagyon ízletes, mondják azok, akik kipróbálták. Ebben az időszakban megjelent már, vagy ezután várhatjuk? A pöfetegek azok folyamatosan jelennek meg, kora nyártól késő őszig teremnek, és érdemes gyűjteni azokat a pöfetegeket, amelyeknek a belseje fehér, és az állaguk rugalmas. Hogyha már a pöfeteg megpuhult, és a belseje már kezd sárgulni, akkor nem érdemes, ugyanis az már nyálkás, elfolyósodik, és gusztustalan gomba lesz belőle, úgyhogy étkezésre már nem alkalmas. Itt is van egy mérgező gombafaj, amivel csak a tudatlan gombást tévesztheti össze, ugyanis ha ketté metszük a pöfeteget, akkor az annak a belseje mindig fehér vattaszerű, az áltrifla pedig, ami a mérgező hasonlása mondjuk a pöfetegeknek, az belül szürke, feketés, lilás árnyalatú
és így nagyon könnyen meg lehet különböztetni a pöfetegektől, az ízletes ehető pöfetegektől. Elnök úr, számít a méret, mert a pöfeteg az jó nagyra is meg tud nőni, hát tehát az... milyen méretűeket gyűjtsünk, amelyik még ehető és ízletes? Tehát minden fehér belsejű pöfeteget érdemes gyűjteni, a legapróbbtól, a, mondjuk úgy, hogy a dió nagyságútól egészen a 4, sőt még több kilót is elérő példányokig. Ezek az óriás pöfetegek akkorára is megnőnek, és nagyon sokszor találkozhatunk ilyen óriás pöfetekes fotókkal, mert ezzel a gombászok mindig dicsekednek, sőt, a nem gombagyűjtők is ezt hamar észreveszik, leszedik, és rögtön fényképezik, hogy dicsekedjenek velük a Facebook oldalakon, vagy máshol is, mert láttam többször újságban is megjelenni ilyen fotókat. És nem rágósak ezek a nagy pöfetegek? Ez is pont olyan kellemes, lágy hús? Nagyon aromás, nagyon ízletesek, és főleg a nagyobb példányokat lehet panírozva kisütni, olyan szerű, mint a sajt, és az íze az persze, hogy különbözik, de talán finomabb, mint a panírozott sajt. A kései laskagombákat, azt mennyire ismerjük? A kései laskagombát azt talán mindenki ismeri, aki egyszer piacra vagy áruházakba jár gombát vásárolni, ugyanis ott csomagolva vagy kilószámra árulják a kései laskagombát, természetesen ezek termesztésből származók, de az erdő mezőt járó ember az erdőkön, a fatuskokon és élőfák tövén is többször rábukkan egy ilyen nagy kései laskagomba csoportra, és ez szintén nagyon finom, ízletes gomba. A faanyaghoz kapcsolódó tönkén kívül, ami mondjuk rágós, ehetetlen. Azon kívül a kései laskagombának is van egy immunerősítő gyógyhatása, úgyhogy én nagyon ajánlom ennek a fogyasztását. Természetesen azoknak, akik nem szenvednek valamilyen belső elválasztási vagy gyomorbetegségbe, úgyhogy azok föltétlenül fogyasszák, mert elsősorban finom gasztronómai készítményeket lehet belőle előállítani, és a gyógyhatását se szabad elfelejteni. Nagyon sok gombafajtára, fajra felhívtuk a figyelmet, de még van valamilyen, amit lehet ebben az időszakban gyűjteni? És úgy kimaradt eddig? Több gombafaj található az erdőkbe, és ezt csak mondjuk a képzett gombászok tudják mind felismerni. Nincs értelme azokról a gombákról tárgyalni, amik mondjuk ritkábban fordulnak elő, és nincs olyan jelentőségük, gasztronómiai jelentőségük, hogy érdemes lenne gyűjteni. Azért nem árt, hogyha gombászni úgy megyünk, hogy van nálunk egy határozó, nem? Ha bizonytalankodunk. Hát föltétlenül, akinek van gombahatározó könyve, az pakolja be a kosarába vagy a hátizsákjába, és vigye magával, hogy már ott a helyszínen meg tudja állapítani a gombának a faját, és nyilván, hogy ezekben a könyvekben utalás van az étkezési értékére is, tehát ehető, nem ehető, vagy mérgező az a bizonyos gombafaj, és hogyha mérgező vagy nem ehető gomba, akkor azt többet ne szedjük, és ne rúgjuk fel, ne pusztítsuk el esetleg a gombatelepet, ugyanis minden gombafajnak megvan a maga biológiai szerepe az erdőben, és hagyjuk ott, hogy végezze a dolgát.
Legtöbbször, hogyha elmegyünk gombát gyűjteni, akkor nem csak egy ételre való gyűjtünk, hanem feltankolunk belőle, és említettük, hogy feldolgozni is lehet nagyon sok gombát. Feldolgozás szempontjából számít-e, hogy mikor gyűjtjük a gombát? Hogy reggel, délben, napon, naplementekor ez számít? Hát mondjuk, hogy számít. Én amellett vagyok, hogy a reggeli délelőtti gombagyűjtés az eredményesebb. Nem azért, hogy a gombának talán ízletesebb, értékesebb a reggel gyűjtött gomba. Én ezért megyek inkább reggel délelőtt gombászni, hogy legyek az első. Ne előzzön meg engem más gombász, aki csak bosszúságot okoz, mert az a gombász, aki csak levágott gombatönköket talál az erdőbe, az bizony nem örven neki. Ezt akarta éppen kérdezni, hogy hogyan gyűjtsük a gombát, mert van, aki a tönkkel együtt gyűjti, és van, aki csak a kalapját gyűjti. Hát akkor ez bosszúságot okoz a gombászoknak. Ezt úgy... Mindenképpen a tönkkel együtt ajánlatos gyűjteni a gombákat, kivéve azokat a gombafajokat, amelyeknek a tönkje szívós, ehetetlen, tehát mindenképpen, ha hazakerül az ember, akkor úgy is eldobja. Na, azoknak a gombáknak, gombácskáknak érdemes csak a kalapját gyűjteni, de a legtöbb gombának, amelyiknek vastag, vaskos tönkje van, annak érdemes a tönkjét is hazavinni. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell tépni a gombát a földből, ugyanis akkor megsérülhet a micéliumtelep, bepenészedik, és akkor máskor egy év múlva, két év múlva hiába megyünk oda gombát gyűjteni, mert abból a gombából már nem találunk. Érdemes levágni a gombát a tönkkel együtt a talaj felszíne fölött, vagy pedig finoman kicsavarni a gombát a talajból, és a legetikusabb, hogyha visszatakarjuk a sérült talajt, hogy a micélium telep azért tovább éljen, tovább fejlődjön. Fél egy után 4 perccel hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözöljük, hallgatjuk a kérdését. Árpi vagyok. Jó napot kívánok! Azt akarnám tudni, melyik a legjobb gomba, megenni való gomba? Melyik a legjobb gomba? Hát kinek melyik, gondolom, de elnök úr, hát ez így van, talán úgy fogalmazhatnék, hogy a legértékesebb gomba a szarvasgomba. A szarvasgomba fajok, és abból is talán a francia szarvasgomba, vagy az olasz fehér szarvasgomba az a legértékesebb. Lehet úgy is mondani, hogy aranyat ér. Tudom ezt, de azt is tudom, hogy a fűgomba nem jó az, mikor kicsi. A fűgomba, hát az is jó. Hát hogyne lenne ízletes. Jó. Hogyne lenne jó, ez a tulajdonképpen a mezei szegfűgomba, az elfogadott magyar neve, és mindenképpen ízletes, nagyon finom, fűszeres gomba, csak hogy annak már lejárt az ideje, most már nagyon-nagyon ritkán, jó melegeső után esetleg megjelenik, de az inkább tavaszi, koronyári gomba akkor érdemes gyűjteni, mert akkor jelenik meg nagyobb mennyiségekben a legelőkön, mezőkön, főleg ahol trágyázott legelő van. Én azt szeretem a legjobban a fűgombát, mikor fiatal, kicsi is, kemény, nem puha, nagyon gusztusos, hogy jó. Ízletes és jól is néz ki a lábosba. Árpi, honnan telefonált? Kérem? Honnan telefonált? Hol hallgat bennünket? Én Gyergyó Remetéről. Gyergyó Remetén, elnök úr, van szarvasgomba? Vagy ott a környéken? Az idén
Az időn Gyergyó Ditróba volt a nemzetközi gombásztábor, és hogyha tudomást szerzett róla, és talán részt is vett egyes túrákon, ott nagyon sokat lehetett tanulni a gombákkal kapcsolatban. Biztos, igen. És ez egy nagyon jól sikerült gombásztábor volt, nagyon sok gombafajt sikerült találni, és nagyon sokat tanulhattak az ott résztvevő gombászok. Hát mondjuk itt errefelé sokan tudják ott mindenféle fajta gombát. Hát majdnem. Persze, Székelyföldön, de főleg a gyergyószékiek, azok nagyon sok gombafajt ismernek, még olyant is, amit mások talán ehetetlenek. Nem is láttok, nem is hallottok. Igen, na pontosan igen. Így van. Köszönjük szépen, szép napot viszont hallásra. A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Bordi Aranka és Madaros Gábor énekelt, a stúdióban Málnási András, a Marosvásárhelyi Málnási László Gombász Egyesület tiszteletbeli elnöke a vendég. Ma az ejtő és mérgező gombákról beszélgetünk, ha kérdésük van, hívjanak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon is feltehetik a kérdésüket. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Csaba vagyok, Karrerről. Üdvözlők, Csaba! Azt szeretném megkérdezni Málnás úrtól, hogy amennyiben egy ismeretlen gombát szedünk a többi közé, adott pillanatban azzal, hogyha később mérgezőnek bizonyul, megmérgezheti a mellette levő gombát is, vagy azt szedjük, ami ismeretlen, inkább külön, mi a vélemény? Nem mérgezheti meg a mellette levő gombát, csak abban az esetben, hogyha letöredezik belőle a mérgező gombából, a kalapjából, vagy bármelyik alkotó elemében, hogyha letöredeznek darabok, és azok hozzákeverednek az ehető gombához, és hogyha az, aki elkészíti a gombát, felhasználja a gomba törmeléket is, abban az esetben fordulhat elő gomba mérgezés. A gomba méreg anyaga az csak akkor hat, hogyha bekerül a szervezetbe, így, hogyha az ember kézbe fogja, vagy összeér az ehető gomba a mérgező gombával, attól még nem lesz
nem következhet be gomba mérgezés. Köszönöm szépen, ennyi volt a kérdésem. Köszönjük Köszönöm szépen, Csaba, viszont hallásra. Árpi kérdezi, hogy a népiesen úri gombának nevezett gombáról kicsit, ha beszélne az elnök úr, talán császár gombának hívják az irodalomban. Igen, a gombaszakirodalomban császár gombának, illetve császár galócának hívják, ugyanis ez is a galóca nemzetséghez tartozik, a galócákhoz, de ez az a galóca faj, amit talán nem lehet összetéveszteni a mérgező galóca fajokkal, mert olyan gyönyörű színekbe pompázik, élénk piros kalap, sárga, citromsárgától okkersárgáig terjedő, narancssárgáig terjedő színű a tönk és a lemezei is, úgyhogy emiatt nem téveszhető össze más mérgező galócafajokkal. Ez egy nagyon ízletes gomba, nálunk és nem csak nálunk, máshol is Európa szerte elég ritka gomba, éppen ezért Magyarországon és több más nyugati országban is védett gombának van nyilvánítva, úgyhogy már azoknak a szedése tilos, éppen azért, hogy nehogy kipusztuljon ez a gombafaj. 3:41, 3 perce hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! István vagyok, Bolyáról. Üdvözöljük, István. Szeretnék kérdezni a mérnök úrtól, hogy a Kőr István termett a nagy kerek gomba, barna a teteje és alul olyan sárgás. Az jó használni? Hát ezt így telefonban nem lehet, vagy nem telefonban, hanem rádión keresztül nem lehet megállapítani, csak így elmondás alapján. Mindenképpen jó lenne, hogyha sikerülne beazonosítsa már ott a helyszínen azt a gombát, vagy pedig egy-két példányt hazavinni belőle, és otthon az interneten, vagy hogyha van gomba, könyv, gomba határozó könyv, akkor annak alapján beazonosítani. Én most így pillanatnyilag csak tippelni tudok a rozsdasárga tőkegombára, mondjuk, esetleg azt kell megkeresni a szakirodalomba, vagy az interneten. Tehát a rozsdasárga tőkegomba. Az nekem itthon terem egy körisfám, mert van egy nagy körisfám, annak a tövén. Igen, hát ez fántermő gomba, mindig fántermő gomba, nem egyesével, hanem általában több gomba nő ki ugyanarról a helyről a fából. Igen. Meg kell nézni egy határozóba, István, és akkor kell találtatni képeket. Interneten. Így van, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szívesen. Zsuzsa kérdezi, hogy kezdő gombászként szervezett gomba ismertető túrákat talál-e Csíkszered a környékén. Tud-e az elnök úr valami hasonlóról? Nem tudok. Sajnos a csíkszeredei gombászok nem igen hallatnak magukról. A másik két városban, mondjuk Sepsiszentgyörgyön és Gyergyóban, ott inkább, na meg Székelyudvarhelyen is, inkább vannak jó gombaismerők, akik vezetnek ilyen gombásztúrákat, és talán hozzájuk lehetne csatlakozni. Csíkszeredában nem tudok, nem ismerek még ilyen aktivitást. Itt Marosvásárhelyen a Málnási László Gombász Egyesület is havonta szervez ilyen túrákat. Az októberi túrák már megvolt, vagy még ezután következik? Az októberi túra még nem volt meg, ezután következik, általában a Kishegyszőlő környékén szoktuk ezt az októberi hagyományos gombászórát megrendezni, megszervezni, általában bő gombaterméssel találkozik a
túrázó csapat, és minden ilyen gombásztóra után gombakiállítást állítunk össze a gyűjtött gombákból, ahol gomba ismertetés is van. Gombaszakértőink meghatározzák, felcímkézik ezeket a gombákat, úgyhogy bárki, aki részt vesz ezeken a túrákon, megnézheti, érdeklődhetik, és tanulhat gombaismeretet. Kimondottan csak a tagokat várják, vagy jöhetnek civilek is, kívülállók is? Nagyon örvendünk annak, hogyha a kívülállók, természetbarátok is jönnek, hogy minél többen ismerjék meg a gombáknak a csodálatos világát, elsősorban az ehető, de nem utolsó sorban a mérgező gombákat is. És örvendetes, hogy többen jönnek, van úgy, hogy több érdeklődő természetbarát jön, mint a hányan a Gombász Egyesületről, Gombász Egyesületből részt vesznek ezeken a túrákon, és gyerekekkel, apróságokkal is jönnek, akik már gyerekkorba megszeretik és megismerik a gombákat, úgyhogy nem kell a gombáktól félni, hanem megismerni őket minél hamarabb, minél fiatalabb korba, hogy később ne kerüljön sor gomba mérgezésre. Műsorunkban már szóba jött a szarvasgomba, az olaszok a világörökség részévé szerették volna tenni a szarvasgombát. Ez összejött nekik, vagy még várat magára? Hát nem tudom, itt versengés van a franciák és olaszok között, viszont nem csak náluk található a szarvasgomba, hanem nagy mennyiségbe fordul elő a mi erdeinkbe és Erdélybe is, ahol sajnos, hogy nincs eléggé kihasználva ez az adottság, ugyanis kevés szarvasgombász van, aki képzett kutyákkal rendelkezik, és gyűjteni a gombákat. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, és hogy kevés a gomba, ugyanis az olaszok nagy előszeretettel vásárolják fel az itt Erdélybe begyűjtött szarvasgombákat azoktól, akik rendelkeznek mondjuk ilyen szarvasgombász kutyákkal, és ebből élnek, ebből nagyon jól meg lehet élni, éppen csak egy kis beruházás kell ahhoz, hogy az ember képeztessen ki egy ilyen kutyát. A tudomásom szerint a legjobb szarvasgomba kereső kutyák a labradorok és a magyar vizsla, de más kutyát is be lehet tanítani. Vannak ilyen kutyaképző tanfolyamok, amik szarvasgombákra tanítják be a kutyákat. Hát ha ennyien versenyeznek mi erdélyek, miért nem állunk be a sorba? Versenyezzünk mi is. Jó, viccet félretéve, elnök úr, ez jó lesz nekünk, hogyha a világörökség részét fogja képezni a szarvasgomba? Hát akkor bizonyára nem gyűjthetjük ilyen szabadon mi most. Hát bizonyos helyeken, bizonyos országokban korlátozva is van már a szarvasgomba gyűjtés, és külön engedéllyel lehet ezt a gombafajokat gyűjteni, mert szarvasgombából is van több mint 10 gombafaj. Közöttük van olyan is, amelyik nem ehető, például a kátrányszagú szarvasgomba, ami mondjuk nem mérgező szarvasgomba, viszont nem ehető, mert annak nincs meg az a kellemes gomba aromája, ami jellemző a más értékes szarvasgombákra. Gomba törvény továbbra sincsen, de van egy olyan törvény, amely megtiltja, hogy akárhol és akármit gyűjtsünk. Engedélyt kell kérni a tulajdonostól, hogyha az erdejében gombászni szeretnék. Kicsit ismertessük ezt a törvényt.
itt helyesbíteni szeretnék. Gomba törvény már létezik Romániában 2006-tól, de a pontosítások, a gomba törvény alkalmazási szabályai még mindig váratnak magukra, és éppen ezért nem alkalmazható ez a 2006-ban promulgált gomba törvény. Sajnos így van, így működik nálunk a törvényhozás, hogy minden elfoglalkoznak, de a természetet érintő törvényekkel kevésbé. Na most ez a másik törvény, ami a tavaly októberben jelent meg, ami szabályozná a gombagyűjtést, arról szól, hogy csak az erdő tulajdonos írásbeli engedélyével szabad gombát gyűjteni, nem csak gombát, hanem erdegyümölcsöt, gyantát, gyógynövényeket is, csak ilyen engedély beszerzése után szabadna gyűjteni. Sajnos, hogy ez a törvény is olyan, hogy nem alkalmazható, ugyanis nem határozza meg azt a gomba mennyiséget, maximális gomba mennyiséget, vagy gyümölcs és más erdei kincs, hogy így mondjam, mennyiségét, amit gyűjteni szabadna. Tehát aki egyszer egy ilyen engedélyt beszerez, az korlátlan mennyiségbe tarolhatja az erdőbe a gombákat, viszont hogyha egy amatőr gombász, akinek történetesen nincs lehetőség egy ilyen engedélyt beszerezni, azt már egy fél kosár gombával megbüntetheti az erdész és a rendőrség, és a büntetés az nem kicsi, mert 7000 lej egy ilyen egy napra kiszabható büntetés. Na jó, de ha engemet ma megbüntetek, holnap is megbüntethetnek? Holnap is megbüntethetnek, de hát ha egyszer megbüntetik az embert, akkor többet már biztos, hogy nem vállalkozik rá. Este szoktam aluba majd nyergelni. Reggelig tart seje, hogy reggelig tart a szerszámot rárakni. Lovam fejét csillag nagyon, nem kattár, nem is legény seje, hogy gyába legény ki a lányokhoz nem jár. Jajannak a kökény szemű lejánynak, kinek máma esküszik, kinek máma esküszik a babája. Lám az enyém most esküszik, mégsem fáj, hadd mondja meg a világ, hogy a szívem egy kislány és sosem fáj. Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. 13 óra lesz 5 perc múlva, most viszont azok között a hűséges hallgatóink között sorsoljuk ki a nyereményeket, akik a két héttel ezelőtti Kertbarátok műsorunkat a Facebookon, a Sármási Bocskai János profil alatt tetszikelték, összesen 84 személy. A Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Elnök úr, 1 és 84 között tessék mondani egy számot. 43. 43-as Éltes Éva csíkszeredai hallgatónk. Egyik hallgatónk a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. Még egy számot tessék mondani.
1 és 84 között egy szám. 3. A hármas Varga Erzsébet Mária Kisgalamfalváról. A marosvásárhelyi Instaldi Kft. A Kossuth Lajos utca 69 szám alatt tevékenykedik a hőközpontok szerelésére és ellenőrzésére szakosodott. Egyik hallgatónk egy dísz- és fűszernövényeket tartalmazó csomagot kap a cég jóvoltából. Még egy számot tessék mondani 84-ig. Folytatom a születési évszámaimat, 13. 13. Nagy Kinga Melánia Marosvásárhelyről. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy hamarosan a Jó reggelt Erdély című műsorunkban egy 50-es utalvány nyerhetnek, amit a cég üzletében vásárolhatnak le. Aki hőközpontot vásárolna részletre, megteheti kamatmentesen 10 részletben. Aki már rendelkezik hőközponttal, ne felejts el ellenőriztetni azt, hogy ne történjen baleset. Azok között, a hallgatóink között, akik tetszikelték és megosztották a szeptember 26-i műsorunkat, most egy külön nyereményt sorsolunk, összesen 47 személy tette ezt meg, egy megszemélyesített bögrét és egy gyermekkönyvet kap valaki a Marosvásárhelyi Rádióról. 1 és 47 között tessék mondani egy számon. Ha 26-a van, akkor legyen a 26-os. 26-os, Szoboszlai Ibolya 3-as faluból. Nyerteseinkkel a műsor után felveszük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Lassan műsorunk végéhez közeledünk. Málnási Andrásnak, a Marosvásárhelyi Málnási László Gombász Egyesület tiszteletbeli elnökének megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy meghallgattak. Műsorunkkal legközelebb október végén jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Mielőtt elköszönnék, néhány műsorunkat ajánlom. Holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkmadarasról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Székelyvajára látogatunk. Perceken belül viszont a már a kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon, a SoundCloudon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok, a műszaki munkatárs Makkaffa István Árpád volt. Nevében is köszönöm figyelmüket, Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra. Én is köztetek leszek! Nézd meg!